Nem a csillag határozza meg a gyermek sorsát, hanem a gyermek kormányozza a csillagot. Vízkereszt napján többek között a napkeleti bölcsek hódolatára emlékezünk, akik messziről jött pogány idegenek voltak, mégis követték az égi jelet, hangsúlyozta dr. Ternyák Csaba egri érsek az ünnepi Szent Mise homíliájában. Bármi lehet üzenet. Minden, ami megérint bennünket, az értelmünket, a szívünket, az akaratunkat, minden válhat jellé. Egy találkozás, egy csillag, egy madár átrepülte, az, hogy felhőse az ég, vagy tiszta, bármi válhat jellé az életünkben. A mi érzékenységünk és a mi nyitottságunk határozza meg, hogy mi az, ami előbbre visz bennünket az életünkben, mi az, ami közelebb visz bennünket Istenhez, saját életünk középpontjához. A bazilikában az érsek vizet szentelt és megáldotta a jelenlévőket. Szintén egyházi hagyomány minden új év kezdetén a házak, lakások megáldása. A Katolikus Egyetem nagykancellárja immár harmadik alkalommal szentelte meg az egyetemi ház falait. Dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektor áldásnak tartja ezt az ünnepi mozzanatot, melynek során krétával felirat került a főkapura. Ilyenkor ugye felírják az ajtófélfára azt, hogy Krisztus Manzionem Benedicat, azaz Krisztus áldja meg a házat. Nagyon fontos számunkra az, hogy az itt élők, az itt dolgozók és az itt tanulók fölött áldás van. Az Eszterházi püspök által megálmodott és csillagvizsgálóval felszerelt épület lehetőséget ad arra, hogy falai között a teremtett világ szépségeire is rácsodálkozzunk.